Tisztelteli szeretettel köszöntök mindenkit. Március 15 e van, ilyen a magyar szabadság, ilyen a nemzet. Nem akarnék ünnefrontó lenni, tisztelt a hősöknek természetesen, és rójuk le kegyeletünket mindazoknak, akik valóban harcoltak a magyar szabadságért, ugye a két bukott forradalmunkban, 1848-49-ben és 1956-ban, ez a két legfontosabb nemzeti ünnepünk. Valóban ünnepeljük a magyar hősiességet, amely tudást, bátorságot, becsületet mutatott ez a nemzet, de azért mindig tudjunk róla, hogy ezek is csinált forradalmak voltak, és, hát, de nem mi csináltuk, hanem az a bizonyos nem létező világerő. 48-49-ben leginkább azt a folyamatot akarta elindítani, és aztán el is érte céljait, hogy a globális pénzhatalmi rendszer ezeket a kelet- és közép-európai országokat is, ahol Európa, sőt a világ legértékesebb termőföldjei voltak, ezeket is bedarálja. Ez volt az alapvető cél. Ez semmit nem változtat a hősiességünkön, és azon, hogy méltó emberi célokért küzdöttünk, de sajnos a megvezet, ez a vezetesed magadat szembekötve vakon, elfajú testvérítől csinált hamis állutakon, ez egy kurusznóta, 300 évvel ezelőtt keletkezett, ez sajnos újra el kell mondanom. Tudom, hogy ez nagyon kellemetlen, tudom, hogy ez ünneprontó, tudom, hogy ez deheroizáló, de nem lehetünk, szóval nem maradhatunk meg. Nagyon kedves, középső csoportos óvodásnak maradni egész életünkben, de nem lehetünk egész életünkben középső csoportos óvodások, illetve lehetünk, de akkor úgy is bánnak velünk. Ahogyan ez ebben a világban látszódik. Nem haragudjatok, én körből ennyit tudnék rövid ünnepi beszédként, március 15. ével kapcsolatban elmondani. A második békemenet. Ö, ö, jó lenne, valóban hát háború van, világháború, majd mindjárt rátérnék, a cím is valami ilyesfél volna, és egy világháborúban azt hiszem, hogy minden kísérlet arra, hogy ezt a pusztító és önpusztító negatív végösszegű játszmát, amit háborúnak hívunk a hétköznapok során, ezt valahogy megfékezzük, és a békemenet valamilyen értelemben ezt célozhatja, hogy ne legyen, vagy minél kevésbé legyen háború benne a lelkünkben, a nemzetben, Európában és az egész világon. Tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy, hogy ezzel valamit valóban tehetnénk a negatív energiák lecsillapítása érdekében, az menjen el, úgyhogy akkor találkozunk délután a békemeneten. És akkor még, még, mindig nem tartunk a színnél, meg a mai témánknál, mert először is elnézést kell kérnem, ez hát ilyen a sors, ugye, hogy itt előadtam, hogy hát lehetne gyakrabban is egy bogár naplója, de továbbra is, mert én egy rigolyás öreg úr vagyok, tartom magam a régola, régola, a régola, a szabályokhoz, hogy kedden és pénteken, és erre mi történt, egy-kedd után szerdán is lett. Egy bogár naplója, amit örömmel üdvözöltetek, nagyon örülök, hogy ezzel örömet szerezhetem, már nem én szereztem, hanem a gyerekeim, akik valami technikai hiba folytán azt, amit pénteken kellett volna felkerülnie, az már szerdán uh, felkerült, ezért elnézést kérek. Hát ez így tö többen meg is jegyezték, hogy hihihi, Lassi bácsi, azt tetszett mondani, hogy rigolyás, szabálykedvelő öreg úrnak tetszik lenni, azt éppen meg tetszett szegni ezt a szabályt, ezért még egyszer elnézést kérek itt egy hosszú lista, hát igen, azért is elnézést kérek, hogy, hogy ugye ez a bizonyos heartland, tehát ugye a világ szíve, Erről beszéltem előre a brit geopolitikai elméletekről, és Hörtlandet mondtam, amire mondták, hogy a frajdi elszólás, mert ugye az a felsebzett földet jelenti. Hát most, igen, a világ szíve most valóban felsebzett, felsebzett föld. És akkor azt hiszem mindazt, amit még szerettem. Ja, bocsánat, a, ugye a dialóg, a dialógról. Tehát, hogy a elmúlt egy bogár naplója, az kivételesen nem monológ volt, hanem dialóg. Hát igen, ezzel egyrészt Néle Zsolt, aki Orbán Viktor, Kövér László és a szem Lajos mellett a negyedik olyan személy a parlamentben, aki 90 óta folyamatosan tagja minden parlamentnek, és hát nekem országgyűlési képviselő, itt Buda, Budafokon, meg jelöltem, és, és, hát szerettem volna ezzel is segíteni egyfelől. Másrészt pedig, és ezt talán nem veszi zokon, ti is megírtátok, hogy hát azt is szeretem volna jelezni, hogy mit mondhat ma el egy politikus, és mit mondhatunk el mi itt ebben a kis, most már 36 ezer fő feletti kis szeretett közösségben, tehát tehát drámai módon kell észlelnünk azt, hogy áldanunk kell azt az esélyt, lehetőséget, hogy itt azért viszonylag szabadon beszélgethetünk. Bár több videómmal kapcsolatban, mert most a Hit Rádiónál is volt egy ezzel kapcsolatos videóm, amit már kb. 200 ezeren megnéztek, engem is megdöbbentett, és ott is, meg az egyik, aztán talán a toroszkainak egy videójánál, Többen írták, hogy hú, de Laci bácsi bajban van, mert már folyik is ellene a vizsgálat, és hogy meg is tartóztatják meg, mit, mire ítélik. Engem őszintén szóval meglep, hát nem tudok róla, de lehet, hogy csak a naivitásom. Az oka, minden esetre, ha eltűnnék, akkor tudjatok róla, hogy egyes jól értesültek már, mostanában több ilyennel is találkoztam, különböző kommentekben, hogy Laci bácsinak vége van, hát én, én nekem még nem lett szólva, erről, de ha, de ha mégis igazuk van, és ezt csak eltűnnék, akkor hát részben őrizzetek meg, jó emléketekben, vagy hát segítsetek valahogy újra visszatűnni. Tudom, ez így elég morbid, csak azért szerettem volna megosztani veletek, mert jó, jó, hogy ez az abszurditások világa, de azért azt eddig legalábbis azt hittem, hogy talán van határa az abszurditásoknak, de miért lenne? Nincsen. Na, és akkor most már tényleg a mai témánkra térnénk rá. A cím egy világháború, hát többféle cím javaslatot is írtam ide fel magamnak, mondjuk egy világháború mély szerkezete, avagy legyőzi-e Amerika egy évszázadon belül harmadszor is Németországot. És akkor amire szeretnék rázendíteni, az ennek a világháborúnak, mert világháború ez teljesen egyértelmű. Minden világháború úgy kezdődött egyébként először, hogy csak egy, egy lokális Kis jelentéktelen konfliktusnak látszott, aztán utána szép lassan mindenkit belerángattak. Sajnos most is ugyanez a helyzet. Látszólag csak két ország háborúzik egymással, de már most is van, ugye nincs de igény volna rá, nagyon is van, sajnos néhány rendkívül felelőtlen, nem nevezem meg őket, európai ország részéről, hogy szívesen belerángatódnának. Lerángatnák saját magukat ebbe a háborúba. Ez tényleg észbontó, hogy éljen a háború. Egyébként tényleg voltak ilyen transzparensek, hogy 1914 a bevonuló bakák, nagy transzparenseket üljön a háború, vidám dolog volt, akkor is aztán később már kevésbé lett vidám. Sajnos úgy látszik, a világ nem sokat változott azóta. Na, no, tehát négy alapvető szerkezeti eleme van valójában ennek, ebben a világháborúnak, és most csak röviden vázlatosan szeretnék erről szólni, aztán majd érdemes lenne persze ezeket részletesebben is kifejteni a további beszélgetésekbe, bár itt most tényleg minden nagyon összetollódik, mert most már nagyon közel vannak a választásokig, a választások is, Erről is szeretnék azért szólni, de közben ezt a, erről a háborúról is, tehát a háború elvitte a sót, leginkább mondjuk a covid tól érzitek, nem, Pff, volt Covid, nincs Covid, milliók vándorolnak össze vissza minden ellenőrzés nélkül, mintha mi sem történt volna, és lehet, hogy mi sem történt. Csak ide volt vetítva, de nem mondok ilyeneket, mert akkor tényleg sietettem a letartóztatásomat ahogy a kommentekbe. A kommentekben írták mostanában többen. Tehát a felszínen ez egy ukrán-orosz háború, de alatta legalább három réteg van, és akkor a hátralévő még körülbelül 10 percben ezt volna jó áttekinteni. A legmélyebb szinten, valójában hát az általunk még értelmezhető legmélyebb szinten az a szellemi szétesés, teljes válságban, ami a nyugat alkonya. Oswald Schmengler óta ez lényegében közhely, tehát több mint egy évszázada közhely a nyugat alkonya, a nyugat lelki erkölcsi szellemi szétesése. Persze mindjárt hozzá kell tennünk, hogy ez a modern nyugat, mert Spengler is arról beszél, hogy ez 1300 év két részre oszlik, az első 700 év az élet szakrális kultúrája, a második rész az utóbbi 700 év, a Trecento, a, a, a reneszánsz óta pedig a halál deszakrális civilizációja. Ez most már evidencia vinyájunk számára, nagy valószínűséggel nem lehet megállítani ezt a folyamatot, és ö, nagy valószínűséggel azért nem lehet megállítani ezt a folyamatot, mert közben a nyugat, mármint ez a modern nyugat, a halál deszakrális civilizációja, eredményesen nyugatosította a világot, tehát nincs, ami megállítsa. Minden nyugatosítva van, az egész világ nyugatosítva van, és ezzel tulajdonképpen a modern nyugat megásta a saját sírját, amikor a nagy földrajzi felfedezésekkel összenyitotta a világot vesztére, mert így az így összenyitott és általa kifosztott világ ö, nyugatosodott, és nincs, ami megfogja. Tehát nincs ellenerő. A fizika kétféle rendszert ismer, vannak diszipatív rendszerek, többnyire ezek vannak többségben, amelyek az őket érő külső hatás szépen lefékezik, viszont vannak gerjeszthető rendszerek, amelyek, hogyha valami külső hatás érő őket, ahelyett, hogy lefékeznék, valójában még fel is erősítik, és ezzel elpusztítják saját magukat is. Úgy látszik a, a nyugatosított világ egy ilyen diszipatív rendszer, illetve bocsánat, de pont az ellenkezője, tehát gerjeszthető rendszer, amelyben nem lehet lecsillapítani ezeket a hatásokat. Tehát, ha elindul, akkor, és elindult, akkor ez láncreakciószerűen végig fut. Nincs, ami megállítsa ezt a lejtőt. Mi állandóan ellene feszülünk lelki, erkölcsi, szellemi értelemben, és nem is tudunk más tenni erkölcsi okokból lehetetlen nem ellenállni mindennek, de ez a szószoros értelemben egy cc fuszi munka, tehát tehát ellene feszülünk, de aztán újra, újra visz és sodor lefelé minket ezen a lejtőn. De mindegy, a mi életünk, meg a gyerekeink, unokáink élete, amennyit úgy nagyjából előre tudunk látni, az nyilván most már ezzel telik. Ellene feszülünk és meglátjuk. Azt csak a teremtő tudja, hogy, hogy igazából ez a történet hogyan végződik majd. Tehát a legmélyebb szinten a nyugat általános szétesése, és ezen keresztül a sikeresen nyugatosított világ általános szétesése húzódik meg. A második szinten, mármint a lentről kezdve, akkor is ugye a negyedik szint lesz majd a, a ez a ukrán-orosznak látszó a lejátszás technikai, látványtechnikai felszínen ukrán-orosz háborúnak mutatkozó konfliktus. Tehát a negyedik legmélyebb szint a nyugat szétesése, a nyugat alkonya, amiről eddig beszéltem. A következő szinten a nyugat, ahogy erről sokszor beszéltünk, tehát a nyugat nem vált egységes birodalom soha, egymással rivalizáló nemzetállamok látták el a mindenkori világbirodalom szerepet, az Amerikai Egyesült Államok talapzatára épülő világbirodalom most éppen a hatodik, és hát haldoklik. Mindegyik azért haldoklott, nagyjából egy évszázad elteltével, vagy már hamarabb is elkezdődött, egy évszázadnál tovább egyik se bírta, azért halt meg, mert lelki elkölcsi szellemi értelembe véve elmocskolódott, szétesett az elit. És onnantól kezdve, ahelyett, hogy a rendet, a világrendet tartotta volna fenn, élősködővé vált, önmagán is élősködik szellemi értelemben, aztán az egész világban egyre dekadersebbé szétesőbbé válik, és ezzel felbomlik maga a birodalom, maga az egész világrend szétesik. Egyéb irán, száz évenként mindig volt egy nagy háború, tulajdonképpen az első és második világháborúnak látszó projekt is, az, az a folyamat, amelyben a felemelkedő Amerika, és a, és a lehanyatló brit birodalom ö, elősegíti azt, hogy Németország semmilyen, semmilyen formában ne lehessen világbirodalom, a németek meg ebben nem akarnak beletörődni, és az utolsó két, illetve hát végül is egyetlen 30 éves háború, az első és második világháborúnak látszó projekt, az is valójában egy birodalomváltás tektonikai erejének, energiáinak a pusztító felszínre törését jelentette. Tehát a második szinten az amerikai birodalom, az agonizáló amerikai birodalom tesz meg mindent annak érdekében, hogy a nagy valószínűséggel helyére lépő, ez mindenféleképpen így lesz, csak az amerikai birodalom most minden erejével igyekszik ezt gátolni, a helyére lépő, hát nem hetedik birodalom, hanem egy új világegyesség, tehát valószínűleg nem lesz hetedik birodalom, Kína sem lesz hetedik birodalom, hanem egy eurázsiai együttműködési rendszer lép majd, a nem hetedik birodalomként, hanem valószínűleg lezárja ezt a 600 év, 100 évenként egy nyugati nemzetállam talapzatára épülő birodalom helyett. Nem hetedik birodalom lesz Kína, hanem egy Európa, Oroszország és Kína együttmű, Eurázsia együttműködésére épülő rendszer, fogja majd felváltani az elmúlt 600 évet, de elképzelhető, hogy előtte még egy finom kis száz éves háború, tehát ebben, a, ebben az évszázadban először egy száz éves háború, majd egy száz éves béke, amelyet már nem egy világbirodalom, hanem ez az Európa, Oroszország és Kína együttműködésére épülő komplexum fogja fogja uralni, vagy a világerő felgyorsítja, ez a nem létező világerő felgyorsítja az emberiség teljes felszámolását, 10 milliárdról 10 millióra csökkenti a szuperelit, meg a hát a disztópiáról már sokat beszéltünk, de erre szellemileg nem látunk rá, gyaníthatólag ez lesz a világ sorsa, de egyelőre ebből a spekuláción kívül meg bizonyos jeleken kívül, amelyek arra utalnak, hogy ezek a spekulatív várakozások nem teljesen alaptalanok, egyebet nem nagyon tudunk mondani. Tehát a legalsó szint még egyszer összefoglalva a nyugat alkonya, a nyugat szellemi szétesése, és ezáltal a nyugatosított világ teljes szétesése, a alulról, tehát ha ez a negyedik szint alulról, akkor a harmadik szint, ahol a halódó, agonizáló amerikai birodalom meg, próbál mindent megtenni, hogy megakadályozza az Európa, Oroszország, Kína, Eurázsia együttműködési rendszerének létrehozását, ezért egyenként gyengíti őket, illetve a együttműködési felületeket igyekszik szétverni. A következő szint, tehát alulról a harmadik szint, már közeledünk a felszín felé, az egy elhúzódó, egy szándékosan kiprovokált, elhúzódó, Európa és Oroszország közötti háború, aminek az a logikája, amit nyilván szintén az agonizáló amerikai világbirodalom provokál, annak érdekében, hogy végre szabad kezet kapjon a Kínával lezajló nagy világháborújához, ami nyilván a csendes óceáni térségben fog végbe menni, és ehhez neki szüksége van arra, hogy Európa és Oroszország legalább egy évtizeden át folyamatosan háborúzzon egymással a legkülönbözőbb módokon, és ez kétségtelen jó úton halad ez a projekt, tehát hogy Amerika valójában ezért is adtam neki ezt a címet, egy évszázadon belül harmadszor akarja földig rombolni, főként Németországot, mert azért ő a fő rivális, de egyúttal Oroszországot is. Ez jó jött a 30 éves háború második szakaszában, a második világháborúnak nevezett projektben is, ahol szépen egymás ellenvezette az ezer éves német és orosz birodalmat, kölcsönösen földig rombolták egymást, és akkor ez így nagyon jó Amerikának, mert egyrészt a, a saját területétől 6-8-10 ezer kilométerre zajlik ez az ütközet, ő csak óriási anyagi hasznot, tud húzni ezekből a folyamatokból, és a potenciális riválisai szétverik saját magukat, dupla plusz jó, ahogy Orwell 1984 című disztópiájában többször elhangzik. És csak a legfelsőbb, tehát a legközvetlenebb látványtechnikai szinten zajlik látszólag egy orosz-ukrán háború, de ennek csak az az oka, Ukrajna egy jelentéktelen semmi ebben az egész kérdésben, tényleg csak látványtechnika, egy globális valóságsó részese, azért is választották ki ilyen zseniálisan. Ukrajna elnökét, hiszen uh, ő ilyen harmadrengű, harmadrangú, harmadrangú uh, kuplékban uh, szereplő uh, színészként, komikus színészként kiválóan eljátszik bármilyen szerepet, most is uh, nagyszerűen domborít minden alakítása, egészen kiváló, könnyekig hatódik meg az egész uh, világ közvélemény, holott egy hamis uh, ripacs által előadott színjáték zajlik, bár lehet, hogy ezt is kiradírozzák, vagy ezért is eljárást indíthatnak ellenem, de attól ez még így van, tehát csak szeretném közölni, mint azokkal, akik ezt már Csehországban már bűncselekménynek számít, azt hiszem ez elképzelhető, hogy rövidesen itt is az lehet, tudomásom szerint egyelőre még nincsen olyan jogszabály, aminek alapján ez a, ez a, ennek a véleményemnek a hangoztatása bűncselekménynek minősülne, de elképzelhető, ugye mostanában, ami késik, nem múlik, erre egy sor kerül majd. Tehát még egyszer összefoglalva, tehát ennek a háborúnak, ennek a világháborúnak, amely most még nem látszik világháborúnak, de egyre inkább azzá válik, sajnos valószínűleg megakadályozhatatlanul, a legmélyebb szinte, szintje a nyugat alkonya, a nyugat teljes szellemi szétesése, és a nyugat szellemi szétesése egyúttal az általa vesztére sikeresen nyugatosított világ teljes széthullását jelenti. A második szinten ebben a széthulló világban az éppen agonizáló hatodik világbirodalomként szereplő Amerika próbálja megakadályozni, hogy Európa, Oroszország és Kína eurázsi együttműködési rendszere létrejöjjön. A következő szinten ezt át akarja transformálni egy permanens, legalább egy évtizedek keresztül tartó a vietnámi háborúhoz hasonló pusztító mocsárba fullad, Dó Európát és Oroszországot ebbennek a háborúnak a mocsarába fullasztó konfliktust szít egyre eredményesebben, tehát bravo, csak gratulálhatunk ennek a nem létező világerőnek, amely most éppen az amerikai Egyesült Államokon keresztül cselekszik, de nem Amerika itt az igazán fontos szereplő, hanem ez a bizonyos nem létező világerő, és mivel Ukrajna rosszkor van rossz helyen, egyébként történelme során ez mindig így volt, ő az a felület, amelyen le tudja játszani, ő a proxy, ő ad otthon területet, teretés időt ehhez a proxy háborúhoz. Hát röviden ennyi, és hát ez pont, 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 most nem tudunk ebből szabadulni. A tematizációs hatalom, a globális tematizációs hatalom urai most ezt osztották ki nekünk, ez megy, ez van a műsoron, ezért nem tudunk mással foglalkozni, csak a háborúval. Legfeljebb annyit tudunk tenni, hogy nem mindössze a lejátszás technikai, látványtechnikai felszínen pattogunk, hanem megpróbálunk a mély szerkezetébe behatolni ennek a háborúnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Még egyszer szép március 15-ét kívánok mindenkinek méltó ünneplést, és ha lehet mindenki derűsen, kedve, transzendens derűvel, vegyünk részt a békemeneten, hiszen háború van, világháború. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.